Pedig át is megyünk Benjihez, aki itt van nálunk, és elvileg valamilyen tavaszi vagy nyári vagy tavaszi tekercs fog készülni. Én kiszúrtam azt a sertést, ugye? Igen, császárszalonna. Igen. Rögtön a hús szúrja ki, igen. Tavaszi tekercs, ugye lehet tudni, hogy ez nagyon sok zöldségből is fog állni. Egy darab zöldséget nem látok az asztalon. Szerinted ez micsoda? Hát oké, de hát ez igazából mi lesz vele? Hát még egy római saláta is itt van. Amúgy ezt szeretném mondani, hogy ez nyári tekercs, a tavaszi tekercset azt meg szoktuk sütni. A nyári tekercset az pedig, hát itt van az a rizs tészta, amiben... Figyelj, én ugye jártam Vietnámban. Nem önszántamból, de jártam. Viszont, hogy is mondjam, azért ott teljesen mások az ételek. Tehát egy tavaszi vagy egy nyári tekercs is szerintem teljesen, tehát homlokegyenes más, mint mondjuk Európában. Fogalmam sincsen, hogy itt meg ott mi a különbség. Én itt csomószor meg szokták tőlem kérdezni, hogy milyen a főleves például itt Budapesten, és hol lehet így jó főleves kapni, mert szokták szeretni, csak én nem tudom, mert én általában otthon szoktam. Közben forra víz. Tudom, de még kell. És, ha valamiben tudok segíteni, akkor nagyon szívesen megtanulom, hogy... Szerintem a Benji maximum a telefonszámodat kérni el. És az pedig hojszín, ez szósz, amiben majd beletunkoljuk. Azt igen ismertem, hojszín, igen. Igen, amiben bele kell majd tunkolni majd a nyári tekercset, aztán itt van egy kis répa saláta, amiben van... Minek volt ilyen erős bukja, ugye sajnos a nézőink nem érezhetik, de amikor valamit ide öntöttél ki, ugye amikor készültél elő, akkor azért valaminek viszonylag erős szaga volt, szerintem ez lehet. Így van, igen, annak van, illetve mondjuk hivatalosan például a hojszín helyett inkább mert általában a magyarok nem szokták szeretni azért a halszószt. Az nem lehet megenni? Én sem szeretem, mert én itt nőttem fel. Mondjuk el a nézőnek, ez a halszósz, ez erjesztett halból készül. Így van. Elviselhetetlenül büdös. Igen. Abban kellett turkálnunk, majd később ilyen chipszerű dologra ették a nők úgy, hogy mintha én nem is tudom, egy fejedelmi étel lett volna. Mondjuk, amit ti láttatok, az még az elkészítési módja, szóval amikor már megkapjuk. De utána én megkóstoltam. Ja, tehát én utána találkoztam az útszélén hölgyekkel, akik ezt tették. Tudod, hogy ez az, amiben én turkáltam korábban. Na, tudom, láttam, igen. Ha valaki magától távol tartani, akkor halszószt kell lenni. Igen. Ez egy nagy információ. Kezdjünk neki szerintem egy picit is. Jó, ezt igazából egy picit lejjebb kéne. De én nagyon szeretném tőled megtanulni, hiszen a legjobb forrásból fogom. Igen, az a lényeg, hogy szóval ez egy rizs tészta. Igen, rizs tészta. Vagy bocsánat, ez rizslap, mert ez a rizs tészta, és ezt úgy hívják vietnámul, hogy bung. Bum. Egyszerű bum. Bum. Olyan, mint a bum. Hát, hogy ezt főzünk egy nagy bumot. És ezt nyilván most így nem tudjuk ebbe a formába betekelni, ezért ezt most vízbe így be kell áztatni. Be kell ezt, látom, hogy itt merezik. Igen. Benji, egy picit a magánéletedről beszéljünk már, hogy te szoktál otthon főzni, vagy a csajokat átrángatod, és igazából ők azok, akik segítenek. Nem, én szoktam főzni, én nagyon szeretek főzni, mondjuk vietnámi kajákat pont, hogy nem szoktam, mert ez nagyon bonyolult, és hogy tényleg nagyon sok olyan fűszer van, amit nehéz beszerezni, és nem nehéz, csak nincs kedvem beszerezni. De mondjuk, hogy szívesen készítesz ételt mondjuk hölgyek számára? Így van, de én inkább olasz tésztás vagyok, szóval én sokkal jobban szeretem a tésztás. Hogy ez a magyar ételekhez? Hát, amiben itt jó vagyok, így magyar ételek terén, az inkább a rakott krumpli, meg ilyesmi, de nagyon azt sem szoktam így készíteni. Hát, hogy vietnámiban engem mondjuk lehet, hogy le tudnának venni így a lábamról az első randin. Azért ez nem egy könnyű, meg nagyon-nagyon kevesen merik ugye megpróbálni. Egyre több információ volt a keleténél. De a halszósz még mindig erősebb információ maradjuk, ami van. Igen. És itt most mi történik? Tehát ez ázott egy picit? Igen, ez ázott egy kicsit. Lehet is először érezni, hogy egy picit ugye megpuhult, felhazult. Igen. Mondjuk ezt most még szét kell szednem, és ezt most még nem tudom elképzíteni, mert most először még ezt szét kell szednem, és ezt bele kell ide tennem. Aztán majd még ezeket is még szét kell szedni, szóval még idő, hogy... Mesélted nekünk itt nyáron, itt pont itt a FEM3-ban, hogy voltál, vagy 13 év után látogattál újra Vietnámba. Így van. Milyen volt tudtok segíteni, ez? Hogy kell lejjebb venni? Persze, csak igazából a te újadat nem érzékeli. Mindenki másét érzékeli. Igen, mert ez már nagyon... Igen, szóval még... Szóval 13 év után újra Vietnámban milyen élmény volt? Hát nekem nagyon fura volt először, mert én kimentem, és nekem egy teljes ilyen, ha már ez nagyon furán hangzik, de nekem egy ilyen kultúrsok volt, mert mégiscsak itt voltam, szóval itt nem voltam régóta Vietnámban. Benji, nekem igazából és, női kérdéseim lennének. Jaj, női kérdés, oké. Okay, vietnámi na, nőkre vonatkozólag, úgyhogy elmegyünk egy rövid kereskedelmi szünet, és utána folytatjuk, mi meg akkor megbeszéljük a szünetben. Rendben.